Sziasztok, én Láki vagyok, és a mai videóban egy nagyon különleges FIFA videót fogok csinálni, hiszen egy olyan területére fogunk menni ennek a játéknak, ahol szerintem emberfia nem szokott járni. Skill games-eket fogunk csinálni, egy kicsit, hogy fejlődjünk, így fogunk jobb játékosok lenni a FIFA-ban. Mindenki, ha ezeket megcsinálja, akkor letol bárkit a pályáról. Amit látjátok, párat már megcsináltam. Nem sikerültek olyan nagyon jól, így a passingban látjátok, vannak D-k, vannak C-k, vannak B-k, meg van mindenféle osztályzat. A mai videónk célja, szerintem akkor kezdjük a passzolással, hogy minden egyes ilyen cuccot, mi ez? Skill game-et megcsináljunk ötös osztályzatra, azaz A-ra. Hát ez a bronz már megvan, szóval nyomjuk a szilvert, ez nekem csak először sajnálatos módon csak C-re, 3-asra sikerült, hát ez katasztrófa. Na nézzük meg, hogy most hogy fog menni nekünk, csak egyszerűen passzolnom kell annak az embernek, akit mond a játék, hát ez nem neki ment, de így is leg lehet csinálni. Aha, jó, vissza. Hát sokszor nem oda megy, ahova én azt szeretném, de nem probléma, inkább akkor vegyük át, és így talán gyorsabbak leszünk. Túloldal, amúgy ezek nem igazán foglalkoznak a labdával, tehát csak ott vannak így mutatóba, de nézd meg, elugrik a labda elől, hát ez mindjárt meg lesz az ám, 10 másodperc van még hátra, legyen meg az ám, oké, vissza kell passzolni. Hány ponttól van meg? Már meg is van, oda néz, öreg! Akkor dekázok egyet, hopp, 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 vedd el kis csíra, csíra vagy! Ott is van az ám, boom, fodek, szar vagy. Jó, hát srácok, ezt így kell csinálni, jöhet a következő kategóriánk. Pass the ball through all gates. Tip, try using hard passes for the ball to reach the receiver faster. Jó. Azt mondja, akkor hard passzokat nyomunk, és mindenhol át kell passzolni, szóval ez időre megy, ahogy gondolom. De itt azért már közbeavatkozik ez a rohadt romagnoli. Már nem lehet olyan könnyen átpasszolni, hát az sajnos ott nem volt jó. Itt ez az, és akkor itt egyből vissza. Romagnoli, menj már innen! Anyád se szeret! Hopp! Hallod? Ez nehéz, az a helyzet. Gyorsan, azaz, oké, és hát ez sajnos csak C. Ez csak 3-as, ez nehéz lesz, hát próbáljunk meg még egyszer. Hopp, azaz, elcsúszott, gyorsan. Oké, még itt is át tudjuk passzolni, jó, oké. Azaz, oké. Lefelé, és most ott, jaj, de hát elrontottam itt a végét, pedig... Fú te! Na jó, még egyszer, nem adjuk fel. Come on, Moni! Már csak egy hiányzott! De itt sem biztos, hogy meg lett volna az áll. Nem tudom, hogyha az összes sikerül, akkor megvan az áll, vagy nem. Nem tudom, hogy van. Ez nehéz. Megmondom nektek a frankót, hogy ez nehéz. Lehet, hogy mondjuk nem az Interrel kéne próbálkozni, hanem... váltsunk csapatot. Hát nem tudom, hogy hogy kell, szóval... Maradunk az Interrel. Itt is jobb passzolók vannak, Eriksen meg Brozovic megcsinálni, csak ez egy hiba volt. Na, jó, kezdjük újra. Egyszerre kettőn rúgtam át, azt figyelted? De sajnos ez sem elég. Közelítünk, de még nem vagyunk ott. Mit csinálok? Istenem! Ebbe fog megőrülni. Ilyen megdír. Oké, vedd át. Jó, és most 250-et kaptunk, de most már 275-öt mindig 25 ponttal többet kapsz, hogyha zsinórban eltalálod. Csak akkor vajon? Ott most ez az. Oké. Gyerünk, Brozovic, és ott átpasszoljuk. Ügyes fiú vagy. Oké, és itt hopp. Ez az. Hoppá, azt benézted, öreg. Ez az, ott megint egyszerre kettő volt, oké. Okay. Egy van hátra, megvan az összes. És ott van az á! Szedjed kifelé, Fodek, ennyit érsz, nulla ponton, szekély Fodek. Kitartással mindent elérhettek. Continue. Pass the ball to the highlighted player, first time passes award extra points. Ha egyből passzoljuk, akkor több pontot kapunk, akkor ahhoz, hogy ahol legyen biztos, hogy azt kell csinálnunk. Hát de ez nagyon gyorsan kéne reagálni. Hát nem mindig jön össze.
nem lett egyből, hát nagyon nehéz egyből. Anyádat. Anyádat! Hát nem lehet így. Na most sikerült, de hát rossz emberhez. Az a baj ezzel, hogy minden második passzot... passz rossz embernek irányítok, és hát ez egy F lett. Húha, ez nehéz. Megpróbálom, hogy nem egyből passzolom, de jó embernek, szóval ne hibázzuk el. Sajnos ezekért nem kapunk túl sok pontot, mindjárt meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég. Hát úgy tűnik, hogy nem túl sokra amúgy. Ez csak C. Ez nagyon nehéz. Ez nem lesz meg az A. Koncentrálok a játékra. Fú, majdnem ide váltam egy nagyot. Na utoljára még megpróbálom, de szerintem egy sajnos itt nem... Ez nehéz, itt nagyon gyorsnak kell lenni, de inkább megpróbálom azt, hogy nem vagyok olyan nagyon gyors, inkább csak figyelek arra, hogy tényleg jó embernek passzoljam. Ez az. De amúgy ezt most itt vágás közben veszem észre, nézzétek már meg a kis szürke nyilat Eriksennél, hogy hova irányul. Mert egyértelműen a jó játékoshoz, és nem balra, ahova passzolt. Mi a bré? Oké. Nem tudok célni jobbot. Szerintem 15 ezer ponttól amúgy már bé van. De nem tudok jobbat. De robotnak kell lenni, hogy izé minden first time-ra oda passzolj. Ja, azt hagyjuk, ez egy szarjáték. Jó, figyelj, a grand passzoknál igazából A, C. Az szerintem egy teljesen jó dolog. Viszont most nem menjünk át a nagyobb passzingra, hanem kipróbálunk egy másikat is, aztán majd tovább mehetünk a többi advanced grand passzra, meg a lob passzra is, ha még szeretnétek ilyen videókat, de most akkor lejjen ebbe még egy kis... Hát, mi legyen még? Lejjen egy kis shooting. Toljuk a bronzot, azt mondja, score goes in one-on-one situation, as the goal is the longer you hold the shooting button. Komolyan! Na gyere! Szedd ki, Lukaku! Ennyi. El kellett volna találni a táblát, majd most figyelj, hoppám! Hát ez egy kicsit lapos lett, szóval nem egészen. Hosszúba! Találjuk már ezt a táblát, Luka! Big room, boom! Ott is van! Szarrá lett törve, csak mondom. Hát ez jobbas lövés, az úgy nem érdemes a gyengébbik lábbal. Azaz, oké. Okay. Jók vagyunk, és dir! Jó, ez eddig 7000 pont, nem tudom, hogy mennyi kell nekünk, ez már B, nagyon jó. Cák! Ez mondjuk a bronz, ugye ez a legkönnyebb. Dir! Még cselezgetünk is, és hogy eltaláltuk? Oké, most itt a rövidbe is eltaláljuk. Szegény Donnarumma, mi van Donnarumma? Oké, most meg csak hát szét kell törni a táblákat. Nem lehet ez egy olyan bonyolult dolog, nem? Gyerünk Martinez, fum. Fúha, még egyszer kezdjük újra. Fogd meg a labdát, ez az, és becsavarjuk. Úgy is van. Oké, még egyszer. Ez az. Jó. Tehát nincs is elég labda. Hát hogy hogy törjek így ennyit? Hopp. De egyelőre C-né tartunk. Hopp. Oké, most megint eltörtünk. Most itt középen kéne egy-két lap, azaz, oké. És hát még megint középen van ott. És az is meg, és meg is van az A. Ennyi. Szedd ki. Mi van, Fodek? Csak 9000 jött össze, hülye gyerek. Jó van, ennyit érsz. Miért vagyok ilyen gonosz szegény Fodekka? Fetch the ball from the launcher, dribble through the gate and shoot before the time is up. Mi van? Aha. És a hosszú. Azaz. Szép. Szép, 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 szép. Mi? Hát ez hülye. Hát az a baj, hogy... Jó, van kapufa. Itt kell átfutnom ilyenkor is. Aha. Másik oldalra kéne futnom, mert... Hú, várj, ez így nem jó. 200 pont. Megér 200 pontot az, hogy ott megyek át amúgy? Nem tudom. Oké, megpróbáljuk. Lukaku! Hát mi van vele? Dir. Oké, és akkor hosszúba. Azaz, végre, de nem találtuk el sajnos a táblát. Kezdjük újra. Azaz! Szép, 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 még van idő, gyere, gyere, gyere. Fordulj már meg, menjél már. Ez az, oké, és csavard el! A kapufás rohadt bocskos! És ezen múlt, ha bemegy, akkor megvan az A. Ja, várjál még már, ja. Akkor ezt el kell találni, jaj, léci, léci. Oké.
Hopp. Nem, nem lett volna meg az álljóban. De egy, próbálj meg még egyszer. Boom! Még egyszer. Gyere, Luka. Oké, szép. És hát most messziről kéne csavarni. Ohoho! Nem tudom, hogy a gól lett-e amúgy, hogy azért kaptunk-e pontot, de a kapufáért biztos. Oké, most a rövidbe. Tehát Donnarumma kezdett kihúzni a gyufát. Romagnoli barátoddal elmehet innen. Oké. Dir. Na ez szép volt, ez szép volt. Még van 11 másodpercünk, gyerünk, akkor ezt el kell rúgni, és akkor utána még lesz még egy, amit elrúghatunk. Jaj! Oké, benn van, és akkor még ezt el tudjuk rúgni, hiába jár le az idő. Jaj, csak kinevezessük, gyere. Jó. Oké. Rövidbe. Nyilván, ha ezt berúgom, akkor van esélyem, szerintem nincs. Jó. Az utolsó miért mindig kapufa? Mindegy, B, jó lesz, kit érdekel. Fodekot így is legyőztük. Easy. Aha, oké. Hát el kell találnom dolgokat. Ja, ebből a izéből, ja. Hopp. Oké. Hát ez nehéz. Hát ez nehéz. Oké, dir. Szép, így kell lesz Eriksen, oké? Hosszú magasba. Hihetetlen, hogy nem találtuk el azt a... Ja, amúgy ez nem időre megy, nem... De mit csinálok? Nem kéne itt izélni. Azaz. Nem kéne itt sietgetnem. Francba, hogy nem tudom eltalálni ezt a vizes palackot. Hallod? Hát az a baj, hogy ez... Hát ez nem sikerült. Tehát szerintem most lesz meg a D. Még csak most lett meg a kettes. Ez nagyon nehéz. Na mindegy, próbáljunk meg még egyszer. Hát itt el kéne csavarni és magasan, de megint röviden nyomom, de hogyha magasan kell rúgni, akkor miért röviden nyomom azt a mocskos gombot? Na itt most viszont lehet laposan is. Nem találtunk el semmit. Most csak erőből. Új! Azt szed ki. Jaj. De persze. Jó, nyilván. Jó, 600 pont, rövidbe, szép, 19 000, na legyen meg a B. Hát meg lett a B, jó van. Ja, még van egy próbálkozásunk, szedd ki! Ez a játék, te. Jó, mindegy, abban egyezünk meg, hogy a B-t is elfogadjuk, oké, srácok, mert az, csak az átfogadnánk el, akkor... Szerintem itt meg a C-t is egyszer, jó? Na még egy basic defendinget nézzünk meg, én a mondó vagyok. Azt szerint nem is fognak semmit se csinálni a támadók, csak egyenesen vezetik, szóval nincsen egy nagyon nehéz dolgunk. Szépen odalépünk neki, tudod, mint eltörjük pokát. Jó, nem törjük el, mert öreg emberrel nem szabad packázni. Nem illik. Nem tudom, mi vajon van, de mi... Na nem, csak szeretnéd csíra. Szerintem annál több pontot kapsz, minél előbb leszereled, minél messzebb a kaputól talán. Szóval ráfutok, mint vadállat. Oké, ha rácsúszok, akkor lehet, hogy még úgyis előbb odaérek. Gyerünk, Godin, ez az, oké, 9-21. Gyerünk, oké, nagyon jó. Gyerünk, lépj oda neki, és... És ott is van. Fodek. Légy szíves! Aki tudja, hogy Fodek milyen videómban szerepelt, az írja már meg hozzászólásba, kíváncsi vagyok, hogy valaki emlékszik-e rá, mert egy videómban benne volt. Vagy többen is? Nem, szerintem csak egyben. Defending Silver, oké. Mi az a jockey? Mi az a L2 jockey? Ja, amikor így beáll, és ezt mindig mondjátok, hogy így védekezzek, de mindig elfelejtem, mert nem áll kézre, mert mindig nyomom, hogy jöjjön a második védő is. Oké, Godinnal itt megoldjuk, azért a nár az öreg, azért rutin meg az évek. Ott van, kérem szépen, Çalhanoğlu meg, nem is lát, ott is van az á, szedjed kifelé. Fodek, ennyi, jó, Handanovic.
Hogy Handanovic-sal fog becsúszni? Na, Godin az jobb lesz, jól van. Nem tudom miért Handanovicot választotta ki a játékán, neki nem az a feladata. Még egyszer. Szép, 2000 pont, így is van. Na gyere! Azt nagyon elbénáztam sajnos. Csárhánoglu! Hopp! Minusz 200 pont, ez sajnos, ezt benyeltük. De már bén vagyunk. Ez az, megvan az A, öreg! Hopp! Ne, ha berúgja és lemegy, megörülök. Nem baj, oké, nem baj, nem baj, nem baj. 8260 pont, ez ára elég volt, forekot letoltuk. Easy! És hát jöhet a defendingből az utolsó. Get the ball from the opponents. Hát de... Oké, megvan, megvan. Szavattok, viszlát! Nem így működik. Ez nehéz. Hát hallod, ha itt most körbe-körbe fog fu... Hát mekkora csíre ez a... Gyerek, menekül, nem csinál semmit, csak menekül. Nem az lenne a lényeg, hogy lepasszolja a csapattársának? De most mi történik? Miért megy még mindig, ha lejárt az idő? Jó van, ez nagyon kellett. Hát... ez nehéz. Nem rossz eddig, jól van. Csak meg kéne pár szerelés mindenképpen, és most elkezd menekülni, te. Jó, megvan, és passzolt ki. Jó, ez már B! Oda néz, és még 7 másodperc van, gyerünk, még egyet le kéne mutatni, azaz, és passzolt ki. Megvan az áh, oda néz! Ja, és még egyet kéne, de nem szabad faltolni, mert akkor le van, passzolt ki, ott is van. Mondom, gyerek, kitartással. Meg lehet csinálni az összeset, kivéve amiket bén hagytam meg cén, azokat nem. Azok bugosok. Na de a defendingből meg lehet az összes az A. Aztán mindig azt mondom FIFA videókból, hogy nem tudok védekezni. Oda néz. Hibátlan vagyok. Na jó, srácok, viszont ez a kis Skill Game Zero ennyi lett volna. Ha szeretnétek még hasonlót látni, mindenképpen írjátok meg nekem hozzászólásban, és lájkoljátok a videót, hogyha tetszett. Én Lucky voltam, találkozunk legközelebb is. Szevasztok!